December 10-én munkaterv szerint tartotta ülését a képviselőtestület. A délelőtt 9 órakor megkezdődött 5 órás értekezleten 42 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A város honlapján megjelent meghívóban olvasható napirendek mellé még 2 előterjesztést vett fel a testület, így 42 ügyben kellett döntést hozni a képviselőknek. Már a napirend elfogadása előtt polémia alakult ki Spiság György képviselő és Újvári Imre polgármester között arról, hogy egyes előterjesztéseket miért zárt ülésen tárgyalnak. A vita végén elhangzott, hogy az ülésen jelen van Rencné dr. Bezdán Edit helyettes jegyző, aki ellátja a törvényességi felügyeletet, tehát ez már nem Spiság György feladata. Spiság György jegyzői munkaviszonyát bizalomvesztésre hivatkozva a polgármester október 31-i hatállyal megszüntette, jelenleg 2 hónapos, 2014. november 1-től december 31-ig tartó felmentési idejét tölti, melynek időtartamára felmentették a munkavégzés alól. Ezért volt szükség helyettes jegyző kijelölésére. Az értekezlet zárt ajtó mögött kezdődött el, majd másfél óra után nyilvános üléssel folytatódott. Először 3 személy eskütételére került sor. Kavisánszki Mihály, a kócsújfalui részönkormányzat tagja és a pénzügyi bizottság 2 külsős tagja, Eszenyiné Gacsal Erzsébet és Hopka Flóriánné tette le az ilyenkor szokásos esküt a polgármester, illetve a testület előtt. Az első 5 előterjesztés a költségvetéssel, gazdálkodással és vagyongazdálkodással, a szociális juttatásokra vonatkozó, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával volt kapcsolatos. A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés januártól érvényes díjait a Jászkun Volán ZRT nem kívánja emelni, az önkormányzat a szolgáltató működéséhez 5 millió forint támogatást nyújt a 2015-ös évben. A testület új képviselőtagokat delegált a Települési Értéktárbizottságba. A bizottság elnökéül Pece Lászlónit, tagjául Bíró Mihályt, Mercs Norbertet és Sturc Mártont választotta. A külsős tagok személye Darabos László, Gál Sándor, dr. Vadász István nem változott. A testület együttműködési megállapodást kötött a Róma kisebbségi önkormányzattal, majd elfogadta a Tiszató 2005 Kft. Költségkalkulációját a bölcsöde bővítésére, egyúttal felkérte a Kft.-t a munkálatok elvégzésére. A testület, mint az épület tulajdonosa, 100 000 forinttal járult hozzá a Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskolakápolnájának kialakításához. A 33. napirendi pontban egy készülő koncepcióról volt szó, amely a belváros forgalmának átrendezését célozza meg. A 2014-es és 2015-ös programokkal 3 előterjesztés foglalkozott, a testület kiegészítette az ezévi programtervet, elfogadta az idegenforgalmi szezonról készült beszámolót, és hosszabb ideig tárgyalt a 2015-ös programokról. Több képviselői javaslat bekerült a következő évi tervbe, illetve döntés született a januári és februári városi programokról. Néhány a javaslatok közül. Az ezévi teremátlétika versenyt 2015. január 31-én fogják megrendezni, szerepel a programok között a vállalkozók pálya, városi farsang, óvi olimpia, kutyás családi nap és több fesztivál. Újvári Imre polgármester azt hangsúlyozta, hogy ha Tiszafüred a Tiszató fővárosa akar lenni, akkor új rendezvények kellenek, mert ami volt, az síralmas volt. A forrást lehet a költségvetésből, pályázatokból, támogatásból biztosítani. A szervezéshez létrejön majd egy turisztikai munkacsoport. A programterv második fordulóban visszakerül majd a testület elé. Az interpellációs lehetőséggel Spiság György élt, az általa megfogalmazott kérdésekre a polgármester azt ígérte, hogy írásban fog válaszolni. A képviselőtestület ülése délután 2 órakor fejeződött be.